Nincs olyan ember Szadán, aki ne ismerte volna Ciberéné Szitó Máriát, hiszen az 5 éve elhunyt tanítónő rengeteget tett azért, hogy munkája és annak gyümölcse örökké fennmaradjon. 35 éven keresztül dolgozott Szada község kulturális életéért, szenvedélye volt a helyi népdalok, népszokások és népviseletek felkutatása, amelyeket később Sej Szadafalu címmel könyvbe foglalt. Emellett a tárgyi örökségeket is összegyűjtötte az általa megálmodott tájházban. A sírkertben 2014. június 11-én tartott megemlékezésen a Szadai Népi Együttes, amelynek szintén alapítója és egykori vezetője volt, a Madárka Madárka című népdallal rótta le tiszteletét. Madárka, madárka, eredete madárka, minden a levelem, ezt a gyászos levelem a babám ablakába. Ha kérdi, ki küldte, mondd meg, hogy azt küldte, kinek nagy bánatába, szép menyasszony korába, hasadt meg a szíve. Szeretlek, szeretlek, csak ne mondd senki, Vécsey László Szada első embere megemlékező beszédében külön kiemelte, ma már szinte nincs olyan hely a községben, amelyen ne lenne rajta Marika keze nyoma. Nagyon sok mindenre gondolhatunk, amikor Marikára emlékezünk, és Marikát újból és újból évről évre, mint egy újra búcsúztatjuk. Sok mindenre emlékezhetünk, mert amerre megyünk a faluban, szinte minden ponton találunk valamit, ami az ő ötletét hordozza, ami az ő kezenyomát viseli, és nagy örömbüszkeség számunkra, hogy a tájházat, szinte azt mondom, hogy az utolsó lendületével, utolsó erejével préselte ki a közösségből, hogy meglegyen, és az utolsó erejét is beleadva próbálta egy szintig elvinni, fölhozni ezt a tájházat, hogy hiteles legyen, hogy igazi tanítóközpont legyen, hogy mindannyiunk otthona legyen, ahol lám-lám akár csak a múlt hétvégére gondolunk, nem csak kiállítások nyílnak, hanem népi mesterségek újra tanítása folyik, ahol megelevenedik a szadai kovácsmesterség hagyománya, megelevenedik a cipészmesterség, és még a tervek szerint nagyon sok minden olyan, amit Szadán valamikor műveltek, ami hasznos volt, ami az életünket könnyítette meg, és ami ha nem is direkt formában, de azért a jövőnkhöz is biztosan hozzá fog tartozni. Nagyon sok munkája, nagyon sok energiája, nagyon sok hite volt ebben. Ahogy így körülnézünk, vagy az utcán találkozunk egymással, vagy rendezvényeken találkozunk, én azt gondolom, hogy az elejtett mondatainkból, a jövő tervezgetésünkből, vagy éppen a programokon való részvételi szándékunk megbeszéléséből valahol mindig kihallható az, hogy egy kicsit Marihoz megyünk, egy kicsit arra a helyre, egy kicsit arra az eseményre, egy kicsit ahhoz a hagyományhoz térünk, amit ő próbált újra teremteni, amit a szíve vérével, energiájával nekünk szadaiaknak adott. A község sírkertjében felállított Ciberéné Szitó Máriára emlékező kopjafánál a képviselőtestület tagjai hajtottak fejet, majd az ismerősök és a hozzátartozók helyezték el a megemlékezés virágait. Istenem,
koszorúzás után az egybegyűltek átvonultak a tájházba, ahol Szada alpolgármestere Oroszi Sándor és a tájház művészeti vezetője Novák Lászlóné mondtak emlékbeszédet, és hívták fel a figyelmet az új kiállításokra. Egy olyan megemlékezésre jöttünk össze, amely szívünkből jön. Szitó Marikára emlékezünk, 5. éve, hogy elment, elhagyott bennünket, és úgy, ahogy polgármesterünk mondta, fentről figyel, nézi, hogy mit csinálunk, az ő útmutatását követjük-e. Meg kell, hogy mondjam, nagyon jó termőtalajba vetette a magot, rendkívül szorgalmasan, rendkívül nagy odaadással viszik az ügyet tovább. Ez látható a tájház fejlődésén. Hál' Istennek Grétike művészeti vezető vezetésével ez kimondottan gyümölcsöző, ez a vállalkozása községünknek, amely az emberek létét, életét, múltját kutatja, fedi fel mindenki előtt. Tehát azt tudom mondani, hogy híven követjük Marikának útmutatását. Nagyon nagy szeretettel emlékezünk rá. Bent a tájházba, ugye a képkiállítástól kezdve a alakok, a eszközök, ruhák, egyebek, minden gyönyörűen meg van csinálva. Külön köszönetet érdemel az alapítvány vezetése, aki Grétike vezetésével nagyon nagy odafigyeléssel csinálja ezt a munkát, ami számunkra nagyon fontos. Bízunk benne, hogy az önkormányzatunk lesz mindig olyan anyagi helyzetben, hogy ezt a szép hagyományőrző emléket tovább fogja tudni fejleszteni. Még szebbé, még többet összegyűjtünk, még jobb lesz, és én szintén csatlakozok ahhoz a gondolathoz, amit polgármesterünk mondott, hogy nagy öröm, én személy szerint is örömet érzek, mikor látom, hogy fiatalok vannak a hagyományőrző csapatban. Nagyon fontos. Ha ők nem csatlakoznak idősebb, korombeli vagy még idősebb hagyományőrzőkhöz, akkor nincs hagyományunk, akkor nem fogunk emlékezni. Nem fogjuk tudni megörökíteni azt, ami számunkra nagyon becses. Most két kiállításra hívnám fel a figyelmüket. Ugye vannak itt az állandó helyek, a Kovács műhely, a tiszta szoba, a konyha, a kamra, és az időszaki kiállító teremben eddig fotókiállítások voltak, és egyszer már rendeztünk Marika emlékére egy kiállítást. Tulajdonképpen azt a kiállítást újítottuk fel, de úgy, hogy legyen valami plusz, ezért az állandó kiállításon nem szereplő, de gyönyörűséges, szép néprajzi viseleti tárgyakból állítottunk ki néhány dolgot. Valamikor ezek köznapiak voltak. Egy-egy családban volt horták. Tudták, hogy milyen alkalommal kell fölvenni. De van, amiből alig maradt. Hát aki olvasta az újságot, az tudja, hogy itt a Fekete Gubának volt egy ilyen krimi története, de hát megvan, hála Istennek, a Gubánk. De most kiállítottunk egy gyönyörűséges női kiskabátot, a kacamajkát. Ez egy bélelt, selyem mintás, bársonnyal szegett, fodros, valami egészen különlegesen szép szabású női ruhadarab. Arra gondoltam, hogy de jó lenne, hogyha Szadán vagy máshol néhányan megcsináltatnák, mert máig is hordható gyönyörűség. Hát ez bizony valamikor, ezt nem így csinálták, hanem Gödöllői Szabók. Biztos van már olyan ruhakészítő, aki meg tudná csinálni. Érdemes ezen gondolkodni, hogy ki az, aki ilyen gyönyörűséges kacamajkát csinálhatna magának. Még azt mondanám a Mari kiállításnál, hogy úgy tettük oda a fényképét, amit állandóan ott tartunk a múzeumban, hogy ránéz a plusztikokra, mintha
gyönyörködnek benne, hogy ott vannak. A másik kiállítás az egy kicsike, itt van a volt istálóba, amit ugye mi nem istálónak rendeztünk be, padlás följáró is van, én nem is tudom, hogy fért oda egy ló meg egy tehén, azt mondták, hogy odafért, biztos igazuk volt. Itt a szőlőművelés eszközei voltak. De egyszer csak történt, mint ahogy itt a tájházzal mindig csoda történik, felhívott engem egy lány, hogy hát elküldené nekem interneten egy csomó fényképet, mert hogy ő talált valamit. Hát ez a lány Tóth Évi ott áll, és rájött arra, hogy a családja által már elfelejtett, teljesen le volt írva az ő dédapja, aki cipészmester volt, de a már üresen álló háznak a padlásán ő megtalálta az egész Schusterájt. Tehát minden szerszámolt, rengeteg kaptafát. Na most ez azért szép, mert eddig általában mi, tehát kaptunk egy-egy darabot, vagy elkértünk egy-egy darabot. De hogy valaki a saját családi örökségébe, ami nem is közvetlen örökség, így beleszeressen, hogy így dédelgeti azokat a kis kaptafákat, és tisztogatja, és fertőtleníti, és szuvatlanítja, és összerakja, és lefotózza, és rajta van a Facebookon, és az egész baráti köre csodálja, és ráadásul még köszönte is, hogy elfogadjuk. Tulajdonképpen folytatva azt a sort, amit már a polgármester is mondott, és amit Mari annak idején elkezdett, hogy az a csoda, hogy valami beérik. Aki szeretné megtekinteni Ciberéné Szitó Mária emlékkiállítását, illetve Fábi József cipészműhelyének hagyadékát, az a nyár folyamán megteheti a Szadai Tájházban.